Sokan döntenek úgy, hogy szeretnék elkerülni az ünnepek előtti sorban állást, ezért akár hetekkel előtte megvásárolják a húsvétra szánt húskészítményeket. Érlelt, pácolt vagy füstölt csonka is kerülhet az asztalra, mely remek kiegészítő eleme a kaszinó tojásnak és a francia salátának. A hagyományos, magyar ízeket kedvelők számára elengedhetetlen, hogy a főtt csülök vagy a pörkölt ne legyen az ünnepi fogás része. Azonban mindenkinek van rá egy saját praktikája, receptje, hogyan készítse el ezen ételeket. Főtt tojás, sütök kalácsot, snidlingmártás a saját receptem, és valószínű lesz egy fácálleves, meg valami pörkölt. Sokan családjukkal együtt töltik az ünnepeket, így csokinyúllal vagy piros tojással is készülnek a gyerekek, unokák számára. Sonka az első, a piros tojás, aztán valami jó pörkölt, marha pörkölt inkább. Legtöbben ragaszkodnak a bevált dolgokhoz, így évről évre visszajárnak, hogy ízben és állatban is a már jól megszokott sonka legyen az ünnepi menü része. Van, aki a zsírosabbat szereti, van, aki a soványabbat. Vannak érettebb sonkáink, amik éves vagy év fölött is van már, de van olyan, ami tipikus a húsvétre készítjük őket, darabolt sonkák. Bőséges választék található a sonkák terén, így biztosan mindenki megtalálja a számára kedvezőt.